Betlen István 1921. április 14-én egy területeitől és méltóságától megcsonkított ország miniszterelnöke lett Magyarországé. A trianoni traumát követő időszakban a betleni konszolidáció jelentette országunknak a válságból való felépülést és a pénzügyi talpraállást. Betlen miniszterelnökségének 10 éve alatt bevezették az új fizetőeszközt, a Pengőt, és megalapították a Magyar Nemzeti Bankot. Kormányzása idején megreformálták az oktatási rendszert, a fiatalok részére létrehoztak egy állami ösztöndíjprogramot. programot. Külpolitikájára leginkább a trianon okozta sebb begyógyítása volt jellemző. Tervei között szerepelt a népszavazás nélküli határmenti magyar lakta területek visszaszerzése. A délvidéken népszavazást, erdében pedig autonómiát javasolt, azonban ezen törekvései végül elérhetetlennek bizonyultak. Milyen egyéb kultúr- és gazdaságpolitikai intézkedéseket vezetett be miniszterelnöksége alatt? Milyen okok vezettek az 1931-ben történt lemondásához? Mitől vált Betlen István a 20. századi magyar történelem egyik legkiemelkedőbb politikusává? Önök az Ez itt a kérdés február 10 -e adását látják. Jó estét kívánok, én Gulyás István vagyok. Mai témánk egy kerek évfordulóhoz kötődik. Száz éves a Betlen kormány. Vendégeink Rafa Ernő, történész, Újvári Gábor, történész, a Veritas Történetkutatóintézet vezető munkatársa, Babus Zoltán hat történész a Magyarság Kutatóintézettől, és Seres Attila történész a Veritas Történetkutatóintézet tudományos főmunkatársa. És Betlen István egy egészen sajátos alakja a magyar történelemnek, hihetetlenül nagy pályát futott be, és hihetetlenül, hát hogy is mondjam, tragikus sorsot véget ért, vagy sorsot futott be, de fölkaptuk a fejünket, amikor a bejátszásban megjelent a Gernyeszegi kastély, és akkor eszembe jutott, hogy vajon mit tett az ő politikai énnyéhez, a politikai hitvallásához az, hogy ő Erdélyi arisztokrata és református volt. Tanár úr. Igen, <coughs> Erdélyi arisztokrata és református, mind a három szerkesztő, mind a három szabának külön jelentősége van. Betlen István gróf, aki a telekiekkel és a teljes Erdélyi és Magyarországi arisztokráciával, de főleg az Erdélyvel a lehető legszorosabb rokoni kapcsolatban volt. Hát erről a társágról társadalmi csoportról tudnunk kell, hogy főleg a reformátusokról, a katolikusok között sok Habsburg párti volt, hogy, hogy a politikai és emberi függetlenségnek olyan fokát fejlesztették ki magukban az évszázadok során, hogy a semmi másnak, csak az Úristennek, meg a magyar érdeknek rendelték alá magukat. Persze elfogadták a Habsburg királyságot, a császárságot, az nem annyira, de a királyságot, de közülük is az egyik kiemelkedő figura volt Betlen István Gróf. Csak emlékeztetem a tisztelt nézőket arra, hogy Mária Terézia idejében is közismert volt, hogy az erdélyi református báró urak fiak és gróf úrfiak, ők nem annyira kedvelik a Rákóczi szabadság, levert szabadság az utáni Habsburg uralmat, és kitalálták ezt a császári királyi testőrséget, a nemesi testőrséget, fölhívták ezeket a református gróf és báró úrfiakat oda, és megpróbálták őket a Habsburgokhoz közel édesgetni. Részben sikerült, részben nem. Most Betlen István gróf, majd beszélünk talán erről, ha lesz rá idő, ő amikor összeomlik a magyar királyság 1918-19-ben, akkor utána ő ugye királypárti volt hogy a királypártiság mit jelent, most nincs idő, hogy, hogy elmeséljem, ő eleinte Habsburg királypárti és azon belül Karlista, tehát negyedik Károly pártjánál. Tehát nem jelentette azt ebben az erdélyi szellem, az erdélyi szabad szellemiség miatt, hogy ő Magyarország függetlenségét föl volna, azt akarta, hogy jó, legyen negyedik Károly ismét Magyarország királya, ez 920-as gondolatmenete, 20 nyári gondolatmenete, tehát a második, első második király, 21, bocsánat, az első második király közötti gondolatmenete, hogy legyen, de csak Magyarország királya legyen. Tehát a függetlenség és a királypártiság ez logikusan teljesen összekötődik. Tanár úrát. Nyilvánvaló az erdélyiség abból a szempontból is nagyon fontos, hogy Betlen István, mikor elkezdi a politikai pályáját, akkor erdélyi regionális politikusként indul. Ugye 1901-ben kerül be a parlamentbe, de tulajdonképpen a szűzbeszédét azt csak 1907-ben mondja el, és már abban is elsősorban az erdélyi érdekek játszanak döntő szerepet, hiszen ő látja azt abban az időben, hogy megkezdődnek azok a földfelvásárlások, amelyek a magyar birtokok román kézre juttatását segítik elő, és ez ellen harcol elsősorban politikai pályafutása első másfél évtizedében. Tehát nagyon jól észleli azt, hogy a nemzetiségi kérdés az egy milyen feszítő erő a monarián belül, ilyen szempontból is roppant fontos az erdélyisége, és természetesen a történelmi hagyományok okán is, ami szóba került már, a gúzsba kötve is táncolni ez a Betlen Gábornak tulajdonított magatartás forma, egyáltalán az erdélyi kiútkeresés több nagy hatalom szorításában való politizálás, ez szinte a vérében volt. 1918 és ezel, különösen 1919 márciusa jelentős törést jelent Magyarországnak, és jelentős törést jelent, vagy talán megkezdődik a felővélő szakasz a Betlen István pályafutásának. És mit jelent az ő életében? Egyrészt a Károlyi kormány időszaka, másrészt pedig, másrészt pedig a tanácsköztársaság időszaka. Én még az előzőkkel szeretnék hozzáfűzni egy gondolatot amit ugye Gábor is elmondott, hogy Betlen azon politikusok közé tartozott, akik pontosan látták azt, hogy a, az erdélyi románság demográfiai túlsúlya mellett egy nagyon-nagyon intenzív földfelvásárlás zajlik Erdélyben, tehát megerősödik a román birtokosság a magyar földbirtokrendszer felszámolása következtében, és egy teljesen revideált földbirtokpolitikát proponált a magyar politikai elit számára. Azt nagyon fontos kiemelnünk, hogy a román betörés után, 1916 után Betlen odáig is eljut, hogy akár az erdély etnikai viszonyokat egy telepítéspolitikával, módvajtságok betelepítésével, a délerdélyi romáság egységes tömbjének a felhazításával is lehetne akár orvosolni. Jó, akkor itt viszont álljunk meg egy pillanatra, és nem menjünk még át a következő kérdésemre. Mert ez egy régi ö, probléma és Erdélyben bizony nagyon sokszor a közbeszéd tárgya, hogy mekkora felelőssége van egyébként az erdélyi arisztokráciának és ezzel párhuzamosan ö, az osztrák-magyar adminisztrációnak abban, hogy, ö, hogy ilyen hihetetlen módon elramánosodik Erdély. Ha, Zoltán, ha szabad nem, akkor... ezt folytatni, mert pont ide, bocsáss meg, ö, óriási. Tehát a, a szerkesztő kérdése nagyon-nagyon stratégilag, nagyon-nagyon fontos, uh, amit a kolléga urak elmondtak, uh, csak könyvészeti adatokat szeretnék mondani, valóban uh, lokális, tehát erdélyi politikusként indult Betlen István gróf olyannyira, hogy ő ugye közismert, hogy elvégezte a mo Mosó-Magyaróra vári magyar királyi uh, mezőgazdasági... Tehetséges mezőgazdász volt. Uh, komoly, komoly mezőgazdasági uh, gazdász volt, Úgyhogy, tanulmányozva az erdélyi fölbirtok viszonyokat, pont erre jutott, hogy óriási felelőssége van. Először is a Pátria kiadónál, Pátria kiadó Budapest 1912, a könyvének a címe kis füzet, tele adattal, az erdélyi oláhok birtokvásárlásai Magyarországon című füzet. Epp a múlt héten a következő kötetembe idéztem be ezt a könyvét is, és egy évvel később szintén a Pátria kiadónál adta ki, amiről a kolléga úr beszélt, nagyon-nagyon pontosan és helyesen, aminek az volt a címe, hogy az erdélyi magyar földbirtok politika feladatai. Azt hiszem pontosan idézem. Tehát ő pontosan tudta azt, hogy az erdélyi magyar arisztokráciának a román parasztok, az kevesebb kevesebbel beérő román parasztság behívásában tragikus nagy felelőssége van. Így van, tehát hogy gyakorlatilag munkaerővásárlás ment. Olcsó munkaerő beengedése ment erdélybe, és ez bizony a mai napig rányomja valóban a közbeszédre a nyomát. Erdélyben. Így van, is, hogyha visszatérhetünk még ez a kérdéshez, például, hogyha megnézzük, hogy 1848 ben ben mi történt Erdély területén, többek között a, ez a bizonyos belső polgárháború, és ennek köszönhető, hogy a Bécsi udvar által föllázított ottani nemzetiségek, főleg ugye az oláhok, illetőleg a hegyi mócok, azok voltak, ugye, akik Furujás Jankónak a vezetésével támadták meg nem csak a Honvéd csapatokat az Erdély-szigethegység területén, hanem például az Alatnát fölöprédálták is több más magyar várost is fölégettek. Hát egy genocidium tehát, volt abban. Így abban. van, tehát ma, ö, ö, szisztematikus magyar írtás zajlott Dél-Erdély dél a, az élőhelyen, és ez ugye annak is volt az eredménye, hogy egyrészt Bécs, másrészt pedig a, az erdélyi ö, magyar arisztokrácia is azon volt, hogy a, a jóval igénytelenebb és olcsóbb ö, hegyentúli ö, román ö, munkaerőt ö, ö, behívják a Erdély területére, nem voltak olyan öntudatosabb, mint a székelyek, sokkal kevesebben beérték, és ennek volt az eredménye, hogy például 1848-ban két olá határőr gyalogezred is volt a, a császári királyi hadsereg kötelékében, akik ellenünk fordultak, volt egy székely huszárezredünk, amelynek a 200-atból álló egyik ö, osztálya, román újoncokban állott, azok is ellenünk harcoltak 49 ben de akkor Nem. menjünk tovább, 1916 ugye a román betörés Erdélybe. Betlengróf erdélyi politikusként... És figyelmezteti a, a, a hivatalos grémiumokat arra, hogy itt bizony várható a románok támadása. Onnantól kezdve ugye az ő, ő, ő szabának súlya is megnövekszik, amikor kiderül, hogy valóban igaza van ennek az erdélyi arisztokatának, hogy tényleg, tényleg betörnek a románok Erdély területére, hogy 1916. augusztusának végén. Igen ha szabad ehhez, Babus Zoltán által elmondotta, egy csak egy-két mondatot szólni, hogy 916 román betörés, ugye augusztus 27 este, 20 óra 32 perckor, és csak 30 perccel később adják át Bécsbe a hadüzenetet, de ez most nem ide tartozik. Miután már megszállták az erdélyi már igen, a román földre A Magyarországi Zsinati Református Egyház Zsinati Levéltárában vannak 40 valahány dobozban, mint kifotóztam, Tisza István gróf iratai. És ott megtaláltam én a Betlen István gróf és a Tisza István gróf ellenzéki volt az egyik, a másik meg egy Magyarország miniszterelnöke volt Tisza gróf levelezését. Rendkívül kulturált, istenem, a mostani ellenzék így, ilyen stílusban tudna levelezni a miniszterelnök, de nem tud el A politikai és kultúra jelentősen változott ebben. Jel nagyon jelentős, rá. tragikusan változott. És azt látom ebből a levelezésből, hogy az erdélyi helyzetet Tisza Gróf, mint miniszterelnök, és az alkotmánypárt, ellenzéki alkotmánypárt elnöke Betlen István Gróf, Pista Grófnak mondták barátai, pontosan ugyanúgy látják. Nagyon nagy, tehát nem véletlen, hogy a mai magyar miniszterelnöknek az én tudomásom szerint kettő, elődje, kettő példaképe van, Gróf Tisza István és Gróf Petlen István méltán. Méltán. Az erdélyi kérdésre ugyanazt gondolták. Igen, de bármennyire is gondolták ugyanazt, a, a, a háborús veszteség, a háborús vereség az tulajdonképpen egy olyan helyzet előállítja Magyarországot, részben a béketárgyalásokon részben már előtte is, ugye a katonai benyomulások következtében, délről, északról és keletről is ugye a román irányból, hogy nem nagyon tehet semmit betlen gróf, bármennyire is szeretne olyan reformokat végrehajtani lehető leggyorsabban, amelyek akár a gazdálkodás szempontjából, akár az erdélyi politikai szervezés, szerveződések szempontjából fontosak lehetnének, nem tudja megállítani már. Sem ő, sem pedig a magyar eh, politikai hatalom nem is nagyon akarja, mondjuk eh, akár Károly, akár később a, a tanácsköztársaság kumbilájék megállítani ezt a folyamatot. Nem tehetnek ellene semmit. Hát keveset tehetnek el mert ne felejtsük el, hogy Magyarország elveszítette az első világháborút, ne És sikeresen el. szétverték az intak magyar hadsereget, amely Azt egyébként a magyar rendezette amelynek a amelynek a tagjai fele részben nemzetiségiek voltak. Ez így van. Tehát így. nehezen elképzelhető, hogy egy román katona a sajátjai ellen harcolt volna. Ezt általában el szokták felejteni. Mint ahogy azt is, hogy Backland kezdetben Jászi Oszkárnak a törekvéseit támogatja, akivel aztán később természetesen nagyon komolyan szembe kerül, de mivel Jászi is az integer Magyarország megtartásában érdekel, ezért Jászi kantonizálási törekvéseit, hogy Magyarországot kantonokra hozzák, és azon belül biztosítsanak viszonylagos autonómiát a különböző nemzetiségeknek. Ezt 1918. novemberében még maga is támogatja, hogy aztán 1918 végén, 19 elején szembe kerüljön a Károlyi féle kormányzattal, olyannyira, hogy 1919 elején Klebersberg és nem véletlen, hogy vele, hiszen a két háború közötti korszak 20 éveit is ketten jelzik elsősorban, sokan Beklen Klebersberg korszaknak mondták ezt már abban az időben. Tehát Klebersberg 19 elején létrehozzák azt a pártot, azt az ellenzéki pártot, ami a két világháború közötti magyar kormánypártoknak, ahogy Beklen idejében hívták, az egységes pártnak az alapja lesz. Tehát ellenzékbe vonul, és tudjuk, hogy aztán 19 áprilisában pedig Bécsbe távozik, ahol az anti Komitét hozza létre, amelynek komoly szerepe volt a Magyarországi ellenforradalmi cselekedetnek a szervezésében. És hogy egy picit előre ugorjunk, aztán vissza a, az időrendben. Tulajdonképpen gróf tragikus sorsát az ABC-ben betöltött, az antibolsevista Komitében betöltött hihetetlenül hatékony szerepe okozta. Tehát ezért vitték el a a szovjet Vörös Hadsereg dicsőséges képviselői, és gyakorlatilag hagyták meghalni. Talán volt még egy motivum, amiért felfigyeltek Betlenek a politikai kvalitásaira és a politikai szerepére. Egyszerűen ö, ö, tudták azt, hogy hát is, hogy milyen politikai teljesítménnyel rendelkezik, és úgy ö, vélekedtek róla, hogy egy olyan potenciális politikai aktor, aki esetleg a második világháború utáni magyarországi belpolitikai viszonyokat is majd befolyásolni tudja, és mindenképpen fontos szempont volt, hogy őt kiemeljék ebből a magyar politikai, belpolitikai közegből, hogy ne tudja befolyásolni a, a háború utáni ö, erő, erőviszonyokat. Egy picit, Zoltán, térjünk még vissza azért a hadügyekre, mert hogy ebben te vagy az illetékes. 1918 a hazavonuló magyar hadsereg, a magyar hadsereg felosztatása, és abban tanárulnak tökéletesen igaza, hogy a magyar hadseregben jelentős nemzetiségi katonai tömeg volt, de ugyanakkor tényleg viszonylag intaktan átvészelte a hazajövetelt a magyar Igen. Hatcsenek. Tehát Igen. lehetőség lett volna arra, hogy Magyarország megvédje a határait, még akkor is, hogyha adott esetben mondjuk a sorozott román katonák nem feltétlenül azt gondolják, mint amit mondjuk a székely hadosztály katonái. Igen, hát itt az a helyzet, hogy a, a főleg a, a délnyugati frontról, tehát az olasz hadvilleti területről hazaérkező alakulatok voltak azok, amelyek intakt elkezdtek érkeztek haza, tehát amelyek a fegyvereiket megtartották, hozták haza a nehéz is. Még azok, akik a keleti hadműveti területről, tehát ukrán területről jöttek vissza, azokat bizony megfertőzték már a bolsevik eszmékkel, tehát azok kevésbé voltak hadrafoghatóak. És való igaz, hogy például, ha már rd Erdélynél tartunk, ott volt az RD 38 honvéd gyaloghadasztály esete, az jött haza az olasz hadműveleti területre úgy, hogy nem bárták meg a hazai indítási palancsot, hanem ők haza akartak jönni Erdélynek a védelmére, tehát meg akarták védeni Erdélynek a határait és így jönnek vissza az olasz hadműveleti területről, hazatérnek ugye Erdély területére, akkor jön ez a bizonyos szélnekeresztési parancs, amikor ugye Linder Béla még ugye 18. november másodikán hát enyhén alkulós befolyásoltság alatt ordibálja a parlamentnek a lépcsén az eskütéterre felsorolkozott budapesti helyőség tisztikor előtt, hogy soha többé nem akar a katonát látni. De pont ez a történelmi pillanat, amikor lehetőségünk lett volna arra, hogy a hazatérő katonákat, akik azért jöttek haza, hogy fegyverrel védjék meg a Szent Istváni határokat, csatasorba állítsuk, utána ugye jön majd a, a következő hadügyér, ugye barta a, a a alezredes, aki, aki már a Szent Istváni határok védelmére alatt parancsot, de az már késő. Tehát ugye akkor már megindul a hadsereg bomlási folyamata, ráadásul katonatanácsokat állítanak föl, a tiszteket megpróbálják kigolyózni a, 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 az állásaiból, ami azt eredményezi, hogy 1919. februárjára, tehát nem sokkal a kommun hatalomátvétele előtt, ő, szinte teljes mértékben fölazítják a megmaradt hadseregnek a, a fegyelmét a, a tisztek javarésze azért megpróbál tovább szolgálni ebben a hadseregben, és ha már Erdélynél maradunk, mindenképpen ki kell emelnünk a székelyhadasztálynak a, valóban a felállítását és a tevékenységét, mert ők valóban megmutatták azt, hogy, hogy szinte semmi nehéz fegyverzettel, sem Károlyi Mihályék nem voltak hajlandóak fegyvert adni a székelyek kezébe, sem pedig Kumbéláék. Ezek az emberek azt lehet mondani, hogy, hogy majdnem puszta kézzel tartóztatták fel az Erdély területére betörő mezítlábas román királyi hadsereget, de majdnem négy hónapon keresztül tartoztatták fel őket Kolozsvártól nyugatra az erdélyi szigethegység mentén. Még ehhez a katonai kérdésre szeretnék csak egy pár mondatot szólni, mert a katonákat, még a tiszteket is de a közvitézeket meg lehet érteni, sok volt a gázzámadás, a szorony roham, a bajonet, auf, vezényszó, parancs, stb., hogy haza akartak menni. Azonban a igazi vereséget a magyar királyságra a Károlyi kormány mérte. A hatörtemi levéltárban találtam a Jász, igen, a Jászi Minisztérium anyagai között, az országos levéltárban a Jászi Minisztérium anyagai között egy parancsmásolatot, amit Bőn Vilmos háztartási gép ügynök, kiskereskedő, mint hadügyminiszter helyettes írt alá, és annak az ötödik oldalát most a Jelenszki István nem nem sal című Trianon filmjének a harmadik vagy negyedik részébe beidézzük kinagyítva, amiben az szerepel, az a parancs ment ki az összes magyar katonai alakulathoz, hogy vissza kell vonulni, ki volt, hogy hova, melyik alakulatnak meg volt mondva, hogy hova, de ez a kisebbi baj, vége a háborúnak, rendben van, de ha ellenséggel találkozik a katonai alakulat, akkor parlamenterrel kapcsolatot kell fölvenni az ellenséggel, a, ha az ellenség követeli, már pedig követelte, akkor át kell adni a fegyvereket, és nem szabad elfeledkezni a munícióról sem, és vissza kell vonni a katonáinkat. Most ez a hazárulásnak olyan minősített formája, ugyanis a, a, kormánynak mindig az a feladata, hogy a hadsereg halljon meg a hazáért, hogyha olyan helyzetre kerül sor. És ennek az ellenkező parancsot átadták ki. Tehát súlyos események voltak, és el lehet képzelni, hogy Betlen István grófra és a többiekre ez milyen eszméletlen negatív hatással volt. Úgyhogy az, hogy Betlen egyetértett Jászival, tehát a Jászi a kormány tagja volt 19 januárjáig, akkor utána a Pest Egyetemek kormány biztosa lett, ahonnan a konzervatív tudósok kisöprése volt a feladata. Én nem legitimizálnám Jászit azzal, hogy Betlen István gróf egyetértett vele mert be, nem, te, nek, nem, nem, erről be, volt tudom, szó, tudom, nem is mondom. És a konzervatív tudósokat nem ő rakta ki, mert már előtte kirakták őket. Igen, ]nek. és ezt a folyamat aztán befejezte a tanásköztárság, ugye? Úgyhogy bonyolult összefüggések ezek, de hát mindegy, már menjünk tovább. Jó. Sajnos igen, felemelt kézzel letoldgatjával mentünk, és ez szörnyű belegondolni. Zoltán, egy, egy, egy mondat, és utána van. egy picit, egy pici bejátszás, és aztán folytatjuk. Minden időt, esetre a monarchia felbomlása eldöntött tény volt, Magyarország felosztása is eldöntött tény volt. Ez lesz Tehát a következő Tehát hogy mennyi volt mint az esély. Ország, ez ország, keveset lehetett volna van. tenni. Ez így van. Igen, a hadsereg, ez csak egy mondat erejéig hagytérek vissza, hogy 1918. november 22-ig egyébként a kisebb karhatalmi egységek, például a felvidéki magyar területen, ugye akkori pelső Magyarországon, megállítják a 18. november 2 betörő csehszlovák legionistáknak a támadását, ugyanígy Erdély területén is megállítják a román hadsereg támadását. A vasutasok megállítják. És november 22-én jön ki ez a bizonyos károlyi parancs, hogy fegyvert letenni, ha megjönnek ezek a csapatok, át kell adni a. a a megadott városokat, településeket, falvakat, és innentől kezdve indul a maga a hadsereg is bómlásra. Innen folytatjuk. A Centenárium alkalmából a győri Székhelyű Gróf Betlen István Kutatóközpont kibővítette idei programsorozatát. Nézzük meg, hogy miről, miről is szól ez. 2016-ban alakítottuk meg a Gróf Betlen István kutatóközpontot itt a Széchenyi István Egyetemnek a tudásbázisán, és fontos célkitűzésünk volt amellett, hogy a társadalomtudományok területén minél több fiatal hallgatót meg tudjunk szólítani, az is, hogy a névadó miniszterelnök munkásságát tudjuk ápolni. Ennek az egyik legfontosabb kezdeményezése és az egyik legjelentősebb eseménye minden évben az a Betlen István nyári egyetem, amit Gernyeszegen tartunk, a néhai miniszterelnöknek a születési helyén, az egykori Teleki kastélyban, és ott Gernyeszegen minden nyáron összejönnek a társadalomtudományok, ezen belül is a regionális tudománynak a jeles képviselői, illetve nagyon sok fiatal doktorandusz hallgató, illetve akár a mesterszakokról is fogadunk ide hallgatókat, és itt általában a Kárpát-medence legkülönfélébb területfejlesztés területi kérdéseivel foglalkozunk. Ezen túlmenően minden esztendőben megemlékezünk Gróf Betlen István születésnapjáról. Most már itt Győrben is van Betlen Istvánnak szobra, tehát itt is tudunk megemlékezést szervezni. És a jubileum évben pedig természetesen arra koncentrálunk, hogy minél több olyan eseményt tudjunk megszervezni, nyilván a koronavírus helyzet miatt, főleg online formában, amivel megemlékezünk arról, hogy száz esztendővel ezelőtt alakított kormányt Gróf Betlen István. Hiszen úgy gondoljuk, hogy a Trianon utáni idő Magyarország talpraállásában óriási szerepe volt az egykori miniszterelnöknek. Minden évben úgy építjük fel ezeknek a tudományos konferenciáknak a programját, így a nyári egyetemnek, és illetve más konferenciáknak, hogy mindig van egy-egy előadó, aki egyébként Betlen István történelmi szerepéről, az adott történelmi kontextusról tart előadást, és minden egyes kiadványunk, ami megjelenik, arra is hangsúlyt fektet, hogy ebből az időszakból történeti témájú tanulmányokat is az olvasó elé tárjon. Idén sem lesz ez másképp, tehát idén is tervezünk olyan előadásokat, amelyekkel ennek a korszaknak a történetét próbáljuk meg egy kicsit feleleveníteni, illetve a jelentőségét az országépítés szempontjából. Mekkora volt az esély ebben az időszakban? Ugye Valóban, oszták-magyar Monarchia szétesett és hiába vannak tehetséges, kevésbé tehetséges vagy nagyon tehetségtelen politikusok különböző pozíciókban, Magyarország egy kényszerpályán mozog, tehát lehet valaki Isten legnagyobb tehetsége és legáldottabb tehetsége politikai szempontból, nem tud mit tenni, hiszen ez már eldőlt és nem itt dőlt el. Tanár Tehát ez egy ugye költői kérdés, hogy való lette volna esély, lehetett volna másként. Én picit visszakanyarodnék még úgy a kantonizációnak az elképzeléséhez. Ugyanis nagyon fontos szempont az, hogy a dualizmus magyar politikai elitnek volt két nagyon fontos tapasztalata. Az egyik pedig az, hogy a dualizmus a politikai elit nagyon nagy erőfeszítéseket teszem annak érdekében, hogy Erdély fölzárkóztassa a magyar centrumhoz. Tehát Erdély földrajzi-gazdasági értelemben a, a dualista magyar államnak, a magyar királyságnak egy ilyen perifériának számított. És ennek ellenére, hogy van ott egy, egy nagyon jelentős népességrobbanás, azt figyelhető meg, hogy a gazdasági intenzifikál ellenére a székeség jelentős része kivándorol a székelyföldről Romániába, a szomszédos román királyság területére, ahol jellemzően egyébként ilyen munkás közegekben él, ilyen munkás kolóniákat hoz létre, de ezek tipikus etnikai olvaszkó tégelyek alakulnak áll, a székelyben is olvadnak ezekben a román, döntő román környezetben. Tehát nem, hogy a demográfiai erőviszonyok javultak volna a magyarság inkább volt egy ilyen jelenség, hogy a Székelyföld egy nagyon jelentős vérvesztessége szenvedett el ebben az időszakban. A másik pedig volt egy telepítés politikai tapasztalat is, a dualizmus korában több alkalommal is, több hullámban telepítenek bukoveni székelyeket erdi területére. Ö, ö, jellemzően egyébként románok által többségben lakott területek, Dél-Erdélybe, dél ugye a, a, a Zsívvölgyébe, Vajdahunyadba, és mindenhol ö, azt tudják leszűrni ebből a, 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 telepítésből, hogy etnikai szigeteket alkotnak, tehát igazából nem tudják érdemben módosítani az etnikai erőviszonyokat. Mai napig etnikai szigetként élnek délerdében erdélyben bukovinai, egykori bukovinai székelyek. Vissza, mekkora volt az esély? És mit tehetett ez ellenbetlen gróf, aki ugye a béketárgyalások előkészítésében benne volt? Sokkal többet nem tehetett volna, lehetett volna ennél jobb, valószínű, hogy lehetett volna ennél jobb végeredményt kiharcolni, de 1918 őszétől telétől nyilvánvaló volt, hogy Magyarország határai össze fognak zsugorodni nagyon jelentősen. Nyilvánvaló volt Erdély elvesztése is hiszen a trianoni határokhoz képest még többet ígértek, mind a románoknak, mind a szerbeknek, mint amit végül megkaptak 1920-ban, és többet ígértek a cseheknek is, fontosabban a szlovákoknak. Ö, Betlennek a szerepe nyilvánvaló az volt, hogy ő titkos erdélyi miniszter ebben az időben, tehát megpróbálja elérni azt, hogy Erdély mégis Magyarországon maradhasson majd az aponyi féle békedelegációnak is egyik nagyon fontos, meghatározó tagja, tehát próbál tenni azért, hogy azok a feltételek, amelyeket a győztesek szabtak, jobbak legyenek, de tudjuk azt, hogy ez egy lehetetlen törekvés volt abból a szempontból, hogy a magyar békedelegációt nem tárgyalni hívták Párizsba, hanem arra, hogy elfogadják azokat a feltételeket, amiket megkaptak, és kinyilváníthassák a véleményüket, aztán azután írják alá a diktátumot. Mennyiben rontott Magyarország helyzetén az, hogy bolsevik diktatúra volt, illetve javította -e az valamit a helyzetén, hogy annak ellenére, hogy bolsevik diktatúra volt, azért... A tanácskoztársaság úgynevezett vörös hadserege, jó, elsősorban azzal a célal, hogy kapcsolatot teremtsen katonailag Lenin tehát a szovjet vörös hadsereggel, vagy a bolsevik vörös hadsereggel Oroszországban, de mégiscsak ennek érdekében azért elég komoly harcokat vívott Magyarország területi, a kis Magyarország területi integritásának a megvédésére. A megítélésem szerint uh, 918 ősze és 919 ősze között volt egy olyan év, amikor katonai megoldás létezett. Tehát a Károlyi kormány eltökélte volna, hogy a maradék haderővel ellencsapás mér, azt csinálja csak hamarabb időben, amikor még a románok, csehek, szerb királyi haderő nem tudott annyira fölvonulni, minél később a vörös hadsereg már 19 tavaszán és nyarán mért tehát az északkeleti keleti kassai hadjáratot. Minél később volt ez a csapás, annál kevesebb esélye volt, mert a románok közben már ott voltak a 19. januárjában, mert a, nem hiszem, a Királyhágónál voltak ott. Az a helyzet, hogy akkor lehetett volna, utána egyetértek Újváriában, utána már nem volt sok lehetőség, hanem azt kellett volna valahogy kicsikarni, ez a kellett volna, ez nem jó hangzik, elérni, hogy minél kedvezőbb határok legyenek, és ha elég szomorú és tragikus, hogy a trianoni határok a román, cseh és szerb szándékokhoz mérten sokkal jobbak, mert a románok a Tiszát akarták államhatárnak, a Tiszát, a szerbek a Balaton déli partját, a szlovákok között meg volt egy politikus, aki Budapest nevű várost, Budapest székesfővárost is esetleg Csehszlovákiához akarta csatolni, de Győrt, Salgó-Tarjánt, stb. mindent, hát hogy nem a Salgó volt, a, volt ez az ellenállás, meg Kerca, Szomor és egyéb helyeken. Ezek mind azt mutatják, hogy a 18 ősze 19 ősze között lettek volna katonai lehetőségek, ha lettek volna magyar államférfiak, de nem voltak. Kommunisták voltak, rossz gyilkosok, Szamoli Tiborok voltak, gyöngekező Károlyiak voltak, és jászít, hogy dicsérjem is jászít, amit ritkán szoktam, el kell mondanom, hogy a egyik Károlyi kormány ülés iratai között az országos levéltárban elolvasható, OK40, ha jól emlékszem, a fond jele. az, hogy Jászi miniszter fölveti a katonai ellenállás lehetőségét. Aztán persze leszavazták azon nyomban. Tehát Jásziba megvolt ez a gondolat. Lehet volna esélyünk egyébként. Oké, okay. tehát a katonai megoldás lehetőségét Rafai tanár fölveti, mint lehetséges történelmi alternatívát. De mondjuk oké, okay, hogy a, a, a éppen összeállt Csehszlovák hadsereggel, tehát amely még magát keresi. Vagy ráadásul Szerb... olasz vezetéssel rendelkezik. Igen, mert saját is de azért mellettünk ott volt egy hát több mint 50 éves román állam, amelynek bizony azért mégiscsak volt egy reguláris hadserege, és lehet őket mezitlábasoknak nevezni, de ettől függetlenül ők azért úgy, ahogy megtartották az első világháborúban a saját intaktságukat, mert hogy sokat nem harcoltak, bejöttek, kimentek, és aztán, aztán megadták magukat. mint a francia és utána francia segédlettel lettek ismételten pölfegyverező 1918-ban. Azt azért látnunk kell, hogy amikor 18 novemberében megindulnak ezek a hadműveletek, tehát a, amikor, amikor, megindulnak a szerb, a északon a csehszlovák légió csapatai, keleten pedig a román királyi hadsereg csapatai, itt nem óriási méretű haderők jönnek be a történelmi Magyarország területére. Itt pár ezer fős kontingensekről van szó, és itt ugye az volt a helyzet, hogy a, az úgynevezett stratégiai pontokat, amelyeket a, a belgrádi katonai konvencióban 1918. ember 13-án megállapítanak, Károlyék ugye abban a hiszemben vannak, hogy azt majd az angol meg a francia hadsereg fogja megszállni. Most ehhez képest az angolok meg a franciák úgy vannak vele, hogy, hogy elég volt a világháborúban véreznünk, több embert nem adunk ide a Balkára, majd megoldják itt Közép-Kelet-Európában a, a mi kis szövetségeseink ezeket a problémákat, ezért kapnak szabad kezet a, a, a román, a szerb, illetőleg a, a csehszlovák alakulatok, is így indulnak meg ezen területeknek a, 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 a birtokba vételére. És ráadásul úgy történik, hogy a románok nagyon ügyes ravasz módon jönnek előre, megszállnak egy adott területet, és később bejelentik Párizsnak hogy megszálltuk, És akkor jó, rendben van, akkor csináljátok, mehetek tovább. Utána jön kapóra ez a bizonyos dolog, hogy, hogy a kumbéláik átveszik a hatalmat, ugye a Károlyi gróf már nem tud mit csinálni, 19. március 21-én megkapják a hatalmat, és innentől kezdve a románoknak van egy adóász a kezükben, hogy a magyarországi bolsevizmust a saját fészkében tudják hogyan ütni, tehát ők akkor föllépnek ennek érdekében. Ugorjunk egyet, 1921 megtörténik a békeszerződés aláírása, Horti Miklós úgy átveszi a hatalmat, az a bizonyos fehérló a mostani Bartok Béla úton megérkezik. Mi szürke volt, hogy almás deres tegyük hozzá Igen, ezért. deres, vagy almás deres volt valóban szürke volt, de hát a fehérnek nevezi, Horti Miklós fehér van érkezett meg. 1921-ben történik valami. Betlen István gróf magyar miniszterelnök lesz, és elkezdődik egy olyan konszolidáció ebben a minden szempontból kivéreztetett és megalázott országban, amelyre nem nagyon van példa. Mi ennek az oka? És talán itt jön igazán a politikai tehetség képbe. Hát elsősorban a politikai tehetség. Betlen mindig kompromisszumokra, megegyezésre törekedett, és rendkívül ügyesen csinálta ezt egészen 1931-ig, illetve 30-ig a gazdasági világválságig. Már 1921-ben megkezdődnek azok a lépések, amelyek erre mutatnak, hiszen kiegyezik a szociáldemokratákkal, kiegyezik az agrárius érdekek védelmezőivel, az ipari érdekek védelmezőivel, és az első részt a Trianoni falon megtalálja ez a soproni népszavazás, aminek szintén századi évfordulója lesz, hát ezt nem csak ő találja persze meg, ezt tudjuk, de az, hogy ezek tárgyalásokhoz vezetek, lehetővé teszik végül, hogy 1921. decemberében Sopronban és a környező nyolc településen népszavazás döntsön arról, hogy hova tartozzanak, úgy, hogy ezeknek a településeknek beleértve Sopront is a lakossága kétharmadában német anyanyelvű, és mégis Magyarország mellett maradásra voksolnak. Ez részben Betlennek is, részben egy másik Erdélyének, Bánfi külügyminiszternek köszönhető, meg persze azoknak a nagy nemzetközi játszmáknak, amelyek a háttérben vannak. Tehát Betlen nagyon ügyesen lát neki a feladatának, nem véletlen, hogy 21. áprilisában vállalja el a kormányfőséget már 18-ban szóba került, 18 nyarán a neve, majd 1920 koranyarán nyarán ismét, akkor ő még látja, hogy olyan kaotikusak a viszonyok, hogy ezekből nagyon nehéz lenne kivezetni azt a hajót, amit ki kell vezetni, ezért csak azután vállalja ezt a feladatot, miután a politikai konszolidáció részben már megtörténik, köszönhetően Simonyi Semadán Sándornak megtele ki, Pálnak, akik előtte voltak miniszterelnökök. Igen, egyetértve minden szóval, csak hozzáfűznék a kolléga úr mondataihoz, valóban teljesen így volt. Én az egyetemen is, meg, meg különböző helyeken is Betlen István politikusi, tehát miniszterelnöki államférfi nagyságát alapvetően abban látom, hogy egy több rétegű stabilizációt tudott csinálni a magyar királyságba. Csak úgy felsorolom a nem pont fontossági sorrendben, de a legfontosabbat a ha végére hagyom, hogy milyen stabilizációs folyamatokat csinált. Ahogy mondtad, a, a politikai stabilizáció, most itt már elment az idő, is rá, hogy milyen keresztény frakciókat egyesített, tehát hogy hozta az EP, t az egyes, milyen pártot a... Keresztény, párt kisgazda és főműves Igen, tehát a különböző elnevezések voltak, az egységes párt, volt, az egyes egyes pár, pár. igen. LP, ugye nem Európai Parlament, egységes pártat, tehát a politikai stabilizáció. A második az államhatárok stabilizációja. 21. augusztusában tudták ki küldeni a szerbeket. nagyhatalmak a szerbeket a Dunántúrról. Pecsúj, nas, pecsúj, ugye énekli a szerb katonadal, Pécs, ami Pécsünk, stb. Az államhatárok stabilizációja. Harmadik, ez egy nagyon nehéz folyamat volt, a gazdasági stabilizáció. Egyetemi órányban napról napra az ipari ágak, az ipari ágazatok, az agrárium, stb., a könnyűipar, a nehézipar, el szoktam mondani, hihetetlen, hogy a 20-as évek második felének a kezdetére az ipari fejlettség az 10-12 kal meghaladja a első világháború, a nagy háború előtti utolsó béke év, 1913 ország területre, Csonka ország, területre levetített termés mennyiségét, az kisebb, termelés mennyiségét, hanem a termelékenységét is. Aztán hát hozza szociál... az arány 75%-et. Aztán már, amikor kezdődik, már megvan a pengő 27 be 28-ban, a szociálpolitikai, ez a harmadik, ez a negyedik stabilizáció, a szociálpolitika, a társadalom stabilizálása. A háborúban sérült emberek, a nyugdíjasok, a nyugdíjtörvény, most hadd ne mondjam, hogy hányas számú, melyik évi törvények, aztán a, a különböző szocpol törvények, az árvák, az ugye sok árva gyerek volt, sok ö, özvegyasszony volt, ezeket mind stabilizálta, és ezt a kérdés tanulmányozva rá kellett jöjjek arra, hogy amikor a szocpol törvényt, mondjuk csak egy példával érzékeltetem, azt mondták, hogy a, amikor a munkás megbetegedik, akkor kell, hogy kapjon ö, az államtól, vagy a munkáltatótól, most ez nem érdekes, kitől, valamilyen a fizetés egy részét. Segít, táppénzt. Igen, táp, éve. most táppénznek mondjuk, akkor már, talán másképp mondták, az angol mintát vetette a szakminiszterével e, figyelembe, és Magyarországon egy magyar munkás a 20 évek közepé utántól, ha beteg lett, akkor maga a fizetése nagyobb százalékát kapta, mint az angol munkás. Most ugye nem lehetett összevetni akkor még a forintot meg a pengőt, később már igen. Tehát nagyon komoly negyedik pont, szociálpolitikai stabilizáció, a katonai stabilizáció, erről majd Babucs Zoltán tud pontosan részleteseket mondani, és végre, hagytam a legfontosabbat, a magyar lélek stabilizációja. A történelemben minden a lélek, egy nép, egy nemzet esetében, egyénileg is, egyébként az individuumok esetében is. Klebesberg Kuno, klebersberg Kúno, kultuszminiszter. Tehát nem egy szürke embert nevezett ki, és itt hadd mondjak csak néhány nevet. 1867-ben az első kultuszminiszterünket úgy hívják, hogy Báró Ötvös József. Barátai Pepi Bárónak nevezték. Elég ilyen éve egy bárónak, de mindegy. Ötvös. A 1870-es években már a magyar nagyhatalom kultúr, első kultuszminisztereit úgy hívják, hogy Trefort Ágoston ő zárja be a szlovák soviniszta iskolákat, hát ez egy nagyon érdekes dolog, nincs rá idő. Aztán Tisza István gróf korm, ja, a koalíciós kormány 906 és 10 között kultuszminiszterét úgy hívják, hogy gróf Aponyi Albert, a legnagyobb magyar értelmiségiek. Tisza István második kormánya 13. június 17. tavasza, az egyik kultuszminisztere Csáki János gróf, a másik pedig Jankovics Ferenc, remélem jól emlékszem a nevére, gróf, Jéla. Jankovics Béla, ja, köszönöm, Jankovics Ferenc is volt egy regényi roh, bocsánat, Jankovics Béla, aki például engedélyezi Tisza kérésére, hogy a románok használhassák a saját trikolóriukat, 913 ban vagy 14 elején, és énekelhessék a Hóra Uniric szabadon, ugye? Most hadd ne énekeljem el a Hóra Uniric gyönyörű román dal, öh, és... Ennek ebbe a sorba illeszkedik Klebesberg Kúnó, akit a barátai Klebigrófnak neveztek, és amikor már nem ő, akkor az a nagybátyám kormányában, a gömbös kormányában, Hóman Bálint lesz egy történész, professzor lesz a kultuszminiszter. Akit hagynak élen halni a Akit a hagynak élehalni a Váci börtönben, igen, de ez már a kommunizmus kérdése. És ez a folyamat jut el egészen az Antal kormányba András Falvi Bertalan professzor úrig, aki egy nagyon nagy tudós és komoly magyar kultúrember, egy legnagyobb né élő néprajzos, és jutunk el, bocsánatot kérek az uraktól, Kásler Miklós professzorig. Tehát ötvös Józseftől ezek voltak, Kásler Miklósig a legnagyobb élő, vagy már többiek meghaltak, kultuszminiszterek, akik a magyar tudományt, kultúrát, néplelket, egyházakat, magyar szobrászatot, felsőséget, mind támogatták. Beszéljünk azért Klebersbergről, mert valóban nem véletlen, hogy a magyar oktatási reformnak a Klebersberg program a neve. És Zoltán, természetesen nem hagyjuk ki a hadügyi reformot is, de valóban azt hiszem, hogy a leginkább konszenzussal övezett ebben a korszakban, az a kléberzbergi tevékenység? Ketten vannak szerintem, akiket bal és jobb oldalon is elfogadnak, mint nagy politikus ebből a korszakból, Betlen és Kléberzberg, ezért mondtam már korábban is, hogy nem véletlen, hogy kettejük nevével jellemzik a 20-as éveket, és hát valóban Kleberzberg készült erre a feladatra már egész ifjúkora óta, hiszen főleg kulturális kérdésekkel foglalkozott, már a 19. század végétől, mikor első állását elfoglalja a miniszterelnökségen 1898-ban. Vallás és közoktatásügyi minisztérium államtitkára az első világháború alatt, majd 1921-ben belügyminiszter, 22-től meg már kultuszminiszter Betlen kormányában, és ő tart ki a legtöbb, leghosszabb ideig Betlen mellett, hiszen ő az a miniszter, aki szinte végig a Betlen kormányok alatt pozícióban van. És a közoktatásban kvantumugrás történik. Nem csak a közoktatásban, hanem az elitképzésben is, a közművelődésben is, tehát nagyon sok területen ő egy átfogó programot alkotott meg, amely az óvodáktól a felsőoktatáson keresztül a külföldi ösztöndiakon át a művészetpolitikáig terjed bár hozzáteszem, hogy az utóbbi az nem volt jelentős, hiszen az állam alig szólt akkoriban bele a művészeti élet. életbe. nem volt olyan, hogy lapoknak a támogatása, mint napjainkban ma nem jelenhetnének meg a kulturális művészeti lapok, ha nem lenne mögöttük állami viszont volt finanszírozás, akkor viszont fenntartották magukat, <kül> maximum felvásároltak bizonyos példányszámot, tehát egy komplex programot valósított meg, amiből ugye azt szokták kiemelni, hogy 5000 népiskolai tantermet és tanítói lakást ö, építettek föl 1926 és 1930 között, illetve létrehozta, hogy egy másik grádicsot mondjak, az elitképzést, a külföldi kollégium hungarikumokat, amelyek ebben az időben nem elsősorban kultúra közvetítés, hanem tehetséges magyar fiataloknak az egyéves külföldi tudományos centrumokban való továbbképzését szolgálták, és ezen intézmények mellé egy nagyon komoly külföldi ösztöndi akciót is létrehozott. Betlen egy pragmatikus politikus volt, ezt ki kell emelnünk, hogy ebben a korszakban az, hogy igyekezett konszolidálni az ország politikai gazdasági helyzetét, az egyfajta kényszerpálya is volt, hiszen nem lehetett proaktív külpolitikát folytatni ebben az időszakban. Ugye kilenc nappal a Betlen kormány megalakulása után jön létre az a román és csehszlovák szerződés, amelyik második komponense, második eleme volt a kis Anton megalakulásának ugye majd 1921. augusztus 7-én, június 7-én köti meg Jugoszlávia és a Szervász-Szlovén királyság és Románia a, a, szintén a bilaterális egyezményt, amelyek kialakul a kisantant, mint politikai katonai tömb. És ne felejtsük el azt se, hogy ebben az időszakban Magyarországnak Ausztriával is konfliktusa volt a nyugat-magyarországi terület kapcsán, ugye az előbb szóba került a a kérdése. Tehát tulajdonképpen Magyarország minden szomszédja egyfajta ilyen politikai katonai abroncsként vette körül a, a, az országot. És én azt gondolom, hogy a, a, a külpolitika ebben az időszakban, amelynek ugye mindenképpen egy ilyen vízválaszfő lesz majd 1927-es, ugye olasz-magyar barátsági szerződés április 5 addig, eddig az időszakig kifejezetten a gazdaságnak a szolgálta a külpolitika maga is. És szeretném még egy szempontot beemelni, ami részben érinti a társadalmi konszolidáció kérdését, ez pedig a kérésnek kérdésnek a megoldása, ami a Betlen kormány időszakára esik. Ugye itt Magyarország még a Betlen kormány megalakulása előtt köt már egy egyezményt Szovjetoroszországgal szóval 1920. május 29-én, tulajdonképpen ennek a végrehajtását felfüggeszti a szovjet kormány, és éppen ezért 1921. június 28-án kötnek még egy egyezményt a Szovjet Államok Szövetségével, és ennek értelmében kicserélik a Magyarországon lévő magyar kommunistákat, illetve a magyar népbiztosokat a, a Szárnyos szetetlen reket egykori magyar hadifoglyokra. Az egyezmény értelmében azt is lehet mondani, hogy magyar állampolgárokat cserélnek ki magyar állampolgárokra, de 1922. szeptemberére ez a hadifogócsere, ez nagyjából lezajlik. Ekkor szüntetik a külügyminisztériumon hadifogói osztályt, és ennek értelmében nagyjából 77.500 legénységi állományú katona érkezik Magyarországra az ekkori cári orosz területekről, 3510-t és még azt is érdemes elmondani, hogy maga a folyamat még, még zajlik tovább, és az utolsó kontingensek csak 1925-ben érkeznek haza Magyarországra. Ez azért nem... És jól elhúzódott. Igen. Igen. É, és az egy dolgot ne felejtsünk el, hogy 1920 es numerus clausus teleki kormány idején 28-ban gyakorlatilag megszünteti, annullálja a betlen kormány a, a numerus clausus -t. Rendelkezéseit, tehát visszaáll a státuscó. Néhány mondat a hadügyi reformról, és aztán azt hihetetlen, gyorsan elmegy 52 perc. Beszéljünk a, a végjátékról, amely egy szörnyű a hadsereg kérdéskör azért pontos, mert a trianni békediktátum diktátum rendkívül súlyosan érintette a, a, a magyar királyi fegyveres erőknek a, a működését amely ugye 1922. januárjának elején vette fel a Magyar Királyi Honvédség elnevezést. Most ahhoz, hogy, az, a, a, Trianonban elvett területeket visszaszerezzük önerőből, az egy erős hadseregre volt szükség, de az nagyon jól tudjuk, hogy a, a békediktátum katonai határozványai azt írták elő, hogy 35 ezer főnél nem lehet több a hadseregnek a létszáma, az utolsó puska lőszerig mindent leszabályoztak, föl kellett függeszteni az általános hadkotrezettséget, viszont a, a magyar hadvezetőség az első pillanat úgy volt, hogy megpróbálja kijátszani ezeket a, a tiltó ami odáig jutott, hogy 1927. március végén, amikor megszűnik az Antant katonai ellenőrzése, rengeteg rejtett alakulat van az ország területén. Más minisztériumok alárendeltségében, például a belügyminisztérium kötelékébe csendőrként, rendőrként, vámőrként kerülnek humbétisztek vannak a roskák, vannak a ronkák, ezek ilyen korabeli katonai terminológiák, létrejön a légierőnek a, a a légügyi hivatal, létrejön a rendőrújanc iskola, tehát megindul a bújtatott hadseregfejlesztés, amely a, pénzügyi stabilizációt, stabilizációt követően még nagyobb erőre kap, és 1930-ra már, már egy erőteljesebb hadsereggel rendelkezünk, mint amit elméletileg a trénonban megszabtak, viszont nagyon nehéz fegyvereket beszerezni külföldről, hiszen annak azoknak a beszerzését tiltották. Egyetlen egy percünk van hátra, akár sorozatot is lehetne ebből a beszélgetésből csinálni. 1944. december 6-án elfogják grófot az oroszok, 1946-ban meghal. Mit vesztett? Kit vesztett Magyarország? Milyen lehetőségeket vesztett el azzal, hogy időben eltakarították az útból az egykori miniszterelnököt az oroszok? Én azt egy gondolom, férfi. egy államférfit veszített el, Betlen államférfi volt, kevés magyar politikust jellemezhetünk ebben a jelzővel a XX. században, de őt mindenképpen egy olyan államférfi, aki 1931 után már kevésbé jutott szóhoz a politikában. Viszont mindig ott és volt a háttérben. furcsa módon 1940-es évek elejétől már inkább azokkal szövetkezett, akikkel korábban politikai ellenfélek voltak egymással. És én most sajnálom, hogy ez a műsor nem két órás. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Azt gondolom, hogy Betlen István személyisége és az a korszak, amelyet az ő neve fémjelez, mindenképpen érdemes a megemlékezésre, és érdemes a vitára is. Úgyhogy remélem, hogy ezt a beszélgetést tudjuk majd még folytatni. Köszönöm szépen! Minden. Önök az Ez itt! a kérdést látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu n és a Youtube-on, de követhetnek minket a Facebookon is, és hogy miről lesz szó holnap. Az internetes közösségi oldalak számtalan veszélyforrást jelentenek és rejtenek, ahol akár mi, akár gyermekeink könnyen csalók áldozatává válhatunk. Hogy hogyan használhatjuk biztonságosan az internetet, és hogyan védhetjük meg a családunkat a közösségi, a média felületein, erről beszélgetünk következő műsorukban, akkor is várjuk Önöket, én munkatársaim nevében is köszönöm meg tisztelő figyelmüket, viszontlátásra!